A szegregált élethelyzetek felszámolása elnevezésű projekt keretében 2020. június 26-án megrendezett Vizsói Gyermeknapra sok apróság érkezett. A közösségi ház udvarán felállított ugráló vár hívogatóan várta a lurkókat. Volt, aki elesett, volt, aki kiesett, ám kedvet egyik gyerkőc sem szegett. Még a vihar, az óvó eső és a hideg sem tántorította el őket a színes programoktól. A kézműves foglalkozáson az idősebbek serényen mutatták meg a gyöngyfűzés rejtelmeit a kisebbeknek. A kézműves foglalkozás után bábelőadás csalogatta a prónézőit, amit a zuhogó eső miatt a nagy teremben tartottak meg. A gyerekek izgatottan és kíváncsian várták az előadást. Már negyedik alkalommal járunk ide, úgyhogy szerettünk mi is ide, a közönség is szeret bennünket. Mi általában a kesztyűs, a bábjátéknak a kesztyűs bábjáték formáját játsszuk. Ezt a gyerekekhez talán közelebb áll, jobban is értik, és ezért most egy új bábdarabot Nyíregyházán is tavasszal mutattuk be. Az előadásunk címe Doktorra Vasil. Egy rókáról szól, aki az erdőben orvosi rendelőt nyit, és úgy próbálja az állatokat, a kiserdi állatokat összefogdosni a farkas barátjával együtt. Hozzá karapácsot! Mi? Valami karapácsot, amivel ütni lehet! Ja, jó, van. Itt van itt minden ebben az erdőben, szétobára minden. Ja. Na, ez jó lesz. Na, ez miért? Ez nem karapács? Hát nem karapács. Ha ütni lehet vele? Sokan a csihipuhit élvezték a legjobban. Lakatos Ricsi az előadás cselekményét is el tudta mondani. A róka beütött orvosi ruhába, és elsőnek oda ment a egér, és azt vizsgálta. Azután mondta, hogy feküdjön fel a ágyra, azután oldalról lecsúszott és bevágta a fejét, azután felállt, mondta, hogy menjen be a zsákba, bement és sötét volt és az egér félt. Azután mondta, hogy jöhet a következő és mondta, oda ment a farkas és mondta, hogy engem is vizsgálj meg, mert nagyon éhes vagyok. És mondta az egér, mondta a róka, hogy most menj el, mert nekem sincs annyi étel. És azután a mackó oda ment, és azt mondta, és ő volt az igazi orvos, és oda ment, azt elzavarta a rókát. A mesének persze tanulsága is van. Óvatosnak kell lenni a mai világban, főleg a gyerekeknek is, a szép szónak, a mázos beszédnek és a látszatnak nem szabad soha bedőlni. A Budattinó Bábszínház előadásai többnyire oktató, nevelő jellegű tanmesék. Nagyon sok kis településre eljutunk, és azt vesszük észre, hogy imádják a gyerekek. Nagyon-nagyon szeretik ezeket a meséket. Mindegyik mesénk tanmese, tanító célzatú mesék, és kifejezetten azért csináljuk ezt, mert igény van rá. A pedagógusok nagyon szeretik, a szülők nagyon szeretik. A reakciókon, a viselkedésen látszik, hogy a gyermekek legtöbbje még nem volt színházban. Látszik a gyerekekkel, hogy nincsenek szokva a színházhoz, nincsenek bábszínházhoz, szokva, teljesen mindegy kulturális eseményhez, ugye? De meg kell mondjam, hogy igazából a városi gyerekek között is van olyan, hiába van lehetőség, nem jön. Ők viszont most, hogy mondjam, kicsi izgésmozgás, kicsi megbeszéljük, hogy mi történt, de ez így történik, gyerekek, és ők az igazi közönség, mert valami nem tetszik, felállnak és kimennek. Úgyhogy nekik a legkeményebb játszani, de én nekik szeretek a legjobban, mert neki
akik van legalább véleményük. És elmondják, és ők is ugyanígy voltak, néha kicsit figyeltek, néha kicsit nem figyeltek, néha beleszóltak, és azt nagyon szeretik, és igazság szerint ez a jó, mi ezt szeretjük, amikor ők válaszolnak. Meg szólnak, hogy vigyázz ott a róka, ne menj arra, mert ebből születik a játék, és ez a lényeg a játék, a játékos tanulás, én így gondolom. A sűrű program meghozta az étvágyat is, gyorsan fogytak a pillanatok alatt felhabzsolt kenyérlángosok, és a vattacukor is népszerű volt. A nap fénypontja egyben emlékezetes záróműsora Dobrosi Zoltán Grand Prix-díjas bűvész és családja interaktív, feszült figyelemmel és ámulattal övezett csóműsora volt. A gyerekek általában a élő állatokra nagyon-nagyon-nagyon fogékonyak, és nagyon szeretik az élő állatokat, így a galambokra, nyuszikra, erre koncentrálunk inkább. Ez egy komplett showba van feldolgozva, de közben természetes, amit mondtam, hogy interaktív műsor rész is van, amikor a gyerekeket kihívjuk a színpadra, és együtt csinálunk egy pár mutatványt. A levegővénybe jussz, elkapod a kockát, és beledobod ide. És utána megnézed, hogy benne van, és kiveszed, bemutatod a közönségnek, és egy nagyon nagy a műsor egyik legemlékezetesebb élményének a lufi fújó verseny bizonyult, ahol kisebbek és nagyobbak próbálták ki a tüdőjük kapacitását az ajándékokért. A nap végén még mindig fáradhatatlan gyerekek önfeledten szórakoztak volna tovább is, ha a program véget nem ért volna.